Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2016. április 1-én pénteken. A felújított gyógyfürdő nagymértékben hozzájárul a lakosság egészségének megőrzéséhez, illetve a kialakult betegségek kezeléséhez. Fontos azonban tudni, hogy például magas vérnyomás esetében körültekintően kell használni a fürdő szolgáltatásait. A gyógyvíz használata a magas hőmérséklet miatt hosszabb idő után az egészséges szervezetet is jelentősen megterheli, de ez különösen igaz a szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedő lakosok számára. A gyerekek miatt is körültekintőnek kell lenni a szülőknek, mert a szaunát 14 éves kor alatt nem lehet használni. Arra szeretnénk fölhívni a figyelmét minden fürdő vendégnek, illetve aki látogatja a fürdőt, hogy a meleg víz káros hatásai azért a szívérrendszeri betegségek esetén, illetve bizonyos érbetegségek, ez döntően ugye a visszérként ismert elváltozásoknál azért lehetnek kóros, illetve káros hatásai. Ugye a gyógyvíz hőmérséklet az 35-36 fokos víz, itt még optimális egészséges ember számára is a 20 percnél hosszabb idő ezen vízben való tartózkodás esetén már azért inkább a káros hatások azok, amelyek jelentkeznek, de azon látogatók számára, akik magas vérnyomás betegséggel, szívbetegségek rendelkeznek, ha az be is van állítva, és úgymond folyamatos kontroll alatt áll az illető, aki látogatja a fürdőt, mindenféleképpen érdemes a házi orvos kollégákkal megbeszélni, hogy mi az az időintervallum, ami ilyen hőfokú vízben való tartózkodás esetén megengedett, illetve az egészségét nem károsítja. Az érrendszeri betegségeknél, viszeres betegségek esetén is szintén a házi orvos kollégák, illetve a kezelő orvos kollégákkal ezt én úgy gondolom, hogy meg lehet beszélni, és adott esetben ők személyre szabottan tudnak mondani olyan intervallumot időben, ami hasznos és nem a káros hatásokat erősíti fel. A másik ilyen dolog ugye a szauna használat, szintén a hőterhelés miatt igaz a szív- és érrendszeri betegek számára, hogy a bentartózkodást szintén nagy figyelemmel kell viseltetni iránta, illetve mindenhol leírják, és a szülők számára fokozott figyelmet igényel, hogy 14 éven aluli gyerek ne használjon szaunát, az ő sóvízháztartásuk, hőszabályzásuk még gyerekkorukból adódóan kevesebb és rosszabbul tudja tolerálni ezt a hőhatást. Tehát igazán a 14 éven aluliak, ha lehet, ne használják a szaunát. A gyógyfürdőben rövid időn belül szeretnék megoldani, hogy amikor nincs szakrendelés, akkor is ellenőrizzék a látogatók körében a vérnyomást, ha felmerül ilyen jellegű probléma. Közgyűlésen értékelte az elmúlt évet a Csongrádi Nagytisza Horgász és Természetvédő Egyesület. A tagok tájékoztatást kaptak egyebek mellett a halgazdálkodási és halvédelmi törvény horgászokat érintő változásairól is. A közgyűlésen beszámoló hangzott el az Egyesület gazdálkodásáról és a 2015-ös év eredményeiről. Egyesületünk éves közgyűlését tartja, mint minden évben, az alapszabály szerint kötelező összejövetel, és hát ez az az alkalom, ahol egyrészt az előző év tevékenységeit, eredményeit, illetve a most már előttünk álló, vagy már a folyó évnek a feladatait megvitatjuk a tagjainkkal, amiben döntést kell hozni, azokat a döntéseket a tagság meghozza, illetve bármilyen javaslatot, észrevételt a jövőre nézve, és a tagjaink érdekei képviselete érdekében ilyenkor meghallgatjuk, és erről szól minden civil szervezetnek a közgyűlése. Az eredmények szempontjából azt gondolom, hogy egy viszonylag csendes év volt, tehát amelyet elterveztünk, azokat végrehajtottuk. Itt igazából a változások azok, amelyek minden horgászt is, így az egyesületeket is érintik. Tekintettel arra, hogy a tavalyi év utolsó napjaiban kapta meg a MOHOSZ a természetes vizek kezelését. Ez egy pici átmeneti időszakot eredményezett, tehát itt a horgászjegyekhez való hozzájutással is problémák adódtak az első hetekben, de ezek most úgy tűnik, hogy rendeződnek, és ez az az év, amelyik minden egyesület számára egy olyan felkészülési időszak, amely a következő évre várható
még egységesebb vízkezelés érdekében feladatokat ró a szervezetekre, és a vízkezelésnek az egységesítése, illetve a kereskedelmi halászatnak a megszüntetése azért az mindenképpen bizakodással tölti el mind az egyesületek tagjait, mind a vezetőit. 205 fő a létszámunk, a törvényben megkövetelt szervezettel, minimális szervezettel működünk, tehát semmilyen fölösleges, nagyobb egységünk nincsen, tehát egy vezetőség van, felügyelőbizottság van, illetve a különböző testületi tagok, ezen túl pedig ugye a tagság. Nekünk az az érdekünk, hogy a tagság érdekeit képviseljük, elsősorban érdekképviselet, másodszorban különböző szolgáltatások nyújtásával, és megpróbáljuk a működésünket ezt minél minimálisabb költségen tartani. Az egyesület célja, hogy együttműködés jöjjön létre a Csongrádi Sporthorgász Környezet és Természetvédő Egyesülettel. A egyesületnek az új vezetésével felvettük a kapcsolatot, illetve a mi egyesületünk tagjai közül is ott ketten tisztségviselővé választottak, ilyen szépen megfogalmazva a közgyűlésen. Az új vezetés innentől kezdve, illetve a mi egyesületünk vezetése régóta a párbeszédnek a híve, azt látjuk, hogy erre a párbeszédre és erre az együttműködésre a másik egyesület új vezetéssel teljesen nyitott. Már különböző informális és formális kapcsolatfelvételeken túl vagyunk. Az a célunk, hogy ez év folyamán vagy jövő év folyamán a két egyesület között egy olyan formalizált együttműködés, szövetség, bármilyen fokú együttmunkálkodás kialakuljon, amelyik elősegíti azt, hogy a Csongrád város horgászai akár külön egyesületben, akár egy egyesületben, de egységes célokért és egységes érdekek mentén tudjanak a civil szervezeteikben működni. Az idei évre nem tűztünk ki nagyon grandiózus terveket, általában szoktunk egy vagy két horgászversenyt rendezni. Ez függ attól is, hogy az időjárás, illetve hogy más városi vagy másik egyesületi események bezavarnak-e, illetve hogy torlódást okoz-e. Ezen kívül továbbra is a tagságunknak a kiszolgálása okmányokkal, illetve bármilyen tanácsadással, ez egy fontos feladatunk. A hallgazdálkodási törvénnyel és a vízkezelői változásokkal kapcsolatban itt a közgyűlésen is a legfontosabb információkat elmondjuk, de szükségesnek tartjuk, hogy évközben akár erre vonatkozóan újabb fórumot, vagy valamilyen erre vonatkozó programot szervezzünk, mert fontos, nagyon sok változás érintette a horgászokat, és az az érdekünk, hogy békésen és szabadidőt kellemesen eltöltve üljenek a vízparton, és ne valamilyen tudott vagy nem tudott szabálytalanságot kövessenek el. Az egyesület a horgászat mellett a turizmust is fontosnak tartja. A szervezet célul tűzte ki a környezetvédelmet, valamint a horgászturizmus fellendítését. Apák és fiúk az első világháborúban címmel nyílt kiállítás a belvárosban, a Fafaragóházban. A tárlat levéltári anyagok, harci relikviák és fotók segítségével mutatja be a korabeli eseményeket. A kiállítás a tárgyi dokumentumoknak köszönhetően nem csak a háború legfontosabb eseményeit mutatja be az érdeklődőknek, hanem a személyes vonatkozásokat is előtérbe állítja. Országosan 4 éven keresztül hatalmas projektek zajlanak az első világháborúra való emlékezés során. Intézményünk is bekapcsolódott ebbe a rendezvénysorozatba. Sikeresen írtunk egy pályázatot, amelyben koncertek, gyerekelőadások, kiállítás, irodalmi előadások szerepeltek, és ennek kapcsán volt módunk arra, hogy Apák és fiúk címmel egy visszaemlékező kiállítást rendezzünk itt a belvárosban. Nagy köszönet érte a levéltárnak, aki nagyon sok anyaggal járult hozzá, hiszen korabeli levelek, fotók szerepelnek, első világháborús érmek, tárgyak, Forgó Edit segített abban, hogy korabeli viselethez jussunk. Lényegében egy picike kis enteriőr van berendezve, az első világháború idejéből egy csongrádi lakás, egy csongrádi család megidézése jelenik meg ebben a teremben. Köszönet érte Tanács Gábor kollégámnak, aki fölkarolta ezt a kiállítást. Igazából csongrádi vonatkozások szerepelnek ezen a kiállításban.
kiállításon. Nagyon érdekes, hogy amikor a múltkor megnyitottuk, és pont a kultúra-turizmus konferencia kapcsán volt itt egy csoport, akkor szembesültünk azzal, hogy a Művelődési Központ volt igazgatója Kovácsné Kati családja szerepel a meghívónkon. Megdöbbentő pillanat volt, könnyek nélkül nem lehetett megélni, szembe találkozni egy családdal, akihez van kötődés. Jöjjenek el, nézzék meg, hát ha más is talál hasonlót. Amit a Csongrádi Levéltárban csongrádi vonatkozással meg lehetett találni, azokból merítettük az anyagot. Bárki megnézheti, hiszen akár az oktatási anyagba is beilleszthető, hiszen az első világháborúval történelem órán is találkoznak, de bárki, akit érdekel Csongrád város múltja, jöjjön el és nézze meg, április 11-ig itt a belvárosban az Öregvár utca 55 szám alatt megtalálható. A Városi Galériában hamarosan ismét első világháborús tárlatot nyitnak meg, amely más tematikával és tárgyi anyagokkal mutatja be a háborús eseményeket. Idén is megküzdhettek egymással Csongrád legfiatalabb birkózói a Városi Bajnokság keretében. A gyerekek a Dr. Papp László Birkózó Egyesületben sajátíthatják el a sportág alapjait. A Magyar Birkózó Szövetség pályázati lehetőséget biztosít az óvodák számára azzal a céllal, hogy minél több gyermek kedvet kapjon a sportághoz. A Csongrádihoz hasonló versenyek alapot adhatnak arra, hogy eredményes legyen az utánpótlás nevelés. A fő célunk az volt, hogy Csongrád után is megalkossuk az óvodai birkózás alapjait, ami azt jelenti, hogy kitűztünk egy programot, amelyre pályázni lehet, és óvodák, települések pályázhatnak, természetesen óvodai birkózással, úgyhogy ezért is vagyok ismét len. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennyi gyermeket láthatok itt, mert így nem vérzik a szívem, és gondolkodom azon, hogy a jövő is biztosítva van a magyar birkózás számára. Jelenleg az óvodai pályázatok azok úgy néznek ki, hogy pályázni lehet több százezer forintra, amelyből a település megcsinálhatja az óvodai birkózást, és a településen működő birkózó szakosztály semmilyen másra nem fordíthatja ezt a pénzt, amelyet a pályázat folyamán megnyer, és természetesen vannak olyan kitételek, hogy miután egy fél éves ciklus ezekkel a gyermekekkel végig gyakoroltak az óvodában, utána egy záró versenyt kell tartani, és természetesen a jövő évben ismét lehet pályázni. Úgyhogy elindult, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a birkózó szakosztályoktól, és megjelentek az első óvodás birkózók egyéb településen, mert azért itt Csongrádon már hagyománya van annak, hogy itt megjelennek az óvodások, és utána részt vesznek a magyar birkózásban. A szövetség pályázata a csongrádi óvodák számára is biztosított felszereléseket. Annak idején szőnyegekre pályáztunk, tehát ez biztosítja azt, hogy a birkózást tudjuk működtetni már 5. éve az óvodákban. Biztosítási pályázatokon, óvodáknak írt különböző pályázatokon próbálkoztak sikeresen az óvodák, úgyhogy a szőnyeg, ami a legszükségesebb egy birkózáshoz, az majdnem minden óvodában biztosítva van. Én úgy gondolom, hogy a népszerűségét az mutatja, hogy minden óvodából jelentkeznek, ez teljesen önkéntes jelentkezési alapon megy, tehát a szülő, a gyermek eldönti, hogy szeretné-e kipróbálni ezt a sportot, és szeptember hónapban választhatja ezt. Annyival tudjuk támogatni, hogy ingyenes, tehát a szövetség és a Papp László Birkózó Egyesület edzői tartják az edzéseket, és ezt a következő évben is tudjuk biztosítani. Bizonyos óraszámban, attól függ, hogy mennyien jelentkeznek. A gyerekeknek a Dr. Papp László Birkózó Egyesület biztosít edzés lehetőséget. Az elmúlt év összesített eredménye alapján szép helyezéseket értek el a csongrádi birkózók. Az óvodásoknál az elsődleges eredmény az, hogy a rendszerességet megszokják, és rendszeresen vesznek részt a foglalkozásainkon. Hát később persze, amikor már még többször járnak edzeni a birkózó teremben, a birkózó szőnyegre, akkor ott az ottani eredményekkel kapcsolatban szeretnék beszámolni a 2015-ös évről, hogy a közel 130 tagszervezete van a Magyar Birkózó Szövetségnek, és a Dr. Papp László Birkózó Egyesület a 61. helyet szerezte meg, ugye a különböző versenyeken szerzett helyezések alapján. Ezt úgy kell érteni, hogy a két város, tehát Csongrád és Szentes összefogásában,
vannak mind a két városban, iskolákban, óvodákban foglalkozásaink, edzéseink, és ezt közösen úgy gondolom, hogy egy nagy összefogásra sikerült elérnünk. Több diákolimpiai és országos bajnoki helyezetjeink vannak, érmet még nem sikerült tavaly nyernünk, bízunk benne, hogy az idén igen. Idén már el sikerült indulni a diák és a serdülő csapat bajnokságban, ami a létszámot jelenti, hogy már kezd összeérni az a csapat, vagy az a létszám, amelyet mindig is szerettünk volna, hogy legyen egy igazi csapatunk, úgyhogy most jó úton járunk afelé, úgy gondolom. A Magyar Birkózó Szövetség megkülönböztetett figyelmet fordít Csongrádra, és nagyra értékelik a szakmai munkát. Úgy gondoltuk, hogy a fiatalokat minél előbb meg kell nyerni a sportágunknak a részére, és ezért indítottuk tavalyi évvel be az óvodai pályázatunkat, pályázati rendszerünket, ahol az egyesületek pályázhatnak óvodai birkózás vagy óvodai testmozgásra. Ugye, mert itt azért még nem beszélünk speciális birkózásról, hanem a gyerekek koordinációs képességének a fejlesztéséről beszélünk. Olyan nagy sikere volt tavaly évben ennek a pályázatunknak, hogy idén is folytatjuk, és úgy néz ki, a jövőben is szeretnénk továbbra is folytatni, hiszen számtalan gyereket tudtunk bemonzani ezáltal a sportágunkba, és nagyon élvezik. Ez a pályázati rendszer ez úgy alakult ki, hogy 200 és 400 ezer forint között lehetett pályázni az egyesületeknek. Tavaly évben 10 egyesület részesedett ebben a pályázati pénzben. Most idén ennek szerintem a dupláját fogjuk tudni erre fordítani a nagy sikerre való tekintettel. Itt ugye azért még elmondanám, hogy Csongrádon még a pályázat előtt már megindult, ugye ez már az ötödik alkalom, ma jövök ide nagy szeretettel erre a versenyre, és mindig meg vagyok hívva, és nagy örömmel teszek ennek eleget, hiszen itt voltam a kezdeteknél, és itt szeretném megdicsérni az óvodák igazgatónőjét, Évikét és Kardos Károlyt, aki elindította ez az ötlet, kipattant a fejükből, és elindították ezt az óvodai koncepciójukat, és immáron most már 80-90 fő ővel tudnak itt az óvodák között versenyezni. Az óvisok nagy lelkesedéssel küzdöttek a birkózó szőnyegen, nem a sporták hagyományos szabályai szerint versenyeztek, az volt a cél, hogy kitolják egymást a szőnyegről. Ebben a korban elsősorban a mozgás koordinációra helyezik az edzők a hangsúlyt. Híradóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!